Középiskolások számára rendezett városi matematika versenyt tegnap a Németh László Gimnázium általános iskola. A 19. alkalommal megtartott megmérettetésre 170 diák jelentkezett. A fiatalok két korcsoportban versenyeztek a városi matematika versenyen. A 9., 10. és a 11., 12. évfolyamos tanulók külön-külön feladatsort kaptak, de eltérő példákat oldottak meg a szakközépiskolások, a szakgimnáziumi tanulók és a gimnazisták is. A középiskolás törzsanyag ismerete elég a feladatok megoldásához, nem kell fakultációra se járni. Igazából nem biztos, hogy föltétlen csak a legjobbak jönnek el a versenyre, és ez nem is biztos, hogy baj, hogy így van. Tehát most kb. 170 versenyző ül itt a különböző termekben, és küzd a feladatokkal, ami valószínű több, mint azok, akik mondjuk matekból nagyon jók, tehát valószínű talán olyanok is vannak, akik esetleg nem mindig ötösök, de ez nem baj egyébként, sőt ez lenne talán éppen a cél, hogy minél többen találkozzanak versenyszerű, emelt szintű, érettségi szintű feladatokkal. A feladatok között átlagsebességszámítási, geometriai és kombinatorikai példák is voltak, de többnyire a középiskolás törzsanyagra épültek a megoldandó példák. Sok feladatot csináltam, és külön órákon is készültem rá. Milyen feladatokra számít, azt mennyire lesz nagy kihívás ez neked? Hát erről a matek versenyről, mert tudom, hogy nehéz, szóval számítok arra, hogy most is kitettek magukért a szervezők. A verseny ideje alatt a kísérő szaktanárok számára továbbképzést szervezett a vendéglátó intézmény, amely a Telenor Hipersuli programjának részeként valósulhatott meg. Az előadó az okostelefonok tanórai használatának lehetőségeire hívta fel a figyelmet a különféle alkalmazások weboldalak használatával. Gimnáziumi korosztályban egyre több diáknál ott van a telefon a zsebében. Igazából tulajdonképpen csak azt kell mondani, hogy vegyék elő és kezdjék el használni ezeket az eszközöket. Tulajdonképpen a helyzet azért kicsit olyan felemás, mert hogy van egy ilyen mondás, vagy egy ilyen gondolat mindenkinek a fejébe, illetve sokan szeretik ezt hangoztatni, hogy a mostani Z generáció az már úgy növekszik fel, meg digitális benszülött és egyéb csodálatos dolgok, hogy ők már abszolút tudják használni ezeket az eszközöket. Ez az igazság, ez egy részigazság, mert hogy tudják ezeket kezelni, ezeket az eszközöket, azonban nem tudják azokat használni. Tehát nagyon sok esetben az, hogy elindítsanak egy alkalmazást, ez abszolút működik, de hogyha meg kellene oldaniuk egy feladatot az okostelefonjuk segítségével, akkor ezt már nem biztos, hogy meg tudják oldani. A feladatlapokat javító tanárok a mai napon már a Németh László Gimnázium honlapján közzétették a tegnapi városi matematika verseny eredményét, az első három helyezett jutalmát pedig elküldik iskolájába.